Hat terem közel 50 különböző óra, 4000 résztvevő és a legnevesebb előadók. Vasárnap hatodik alkalommal lesz Budapesten Fit Arena. A rendezvény kapcsán Katus Attila Aerobik világbajnokkal és életmódszakértővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szia! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát ugye amikor az ember már a hatodikra készül így valamiből, bár mondjuk hatszoros világbajnok is vagy, tehát azt az érzést is ismered, akkor nem tudom, hogy az összegyűlt tapasztalatokat lehet-e még csavarni egyet, hogy még valami pluszt, valami extrát kéne ebből kihozni. Hát hogy téged ismerlek, biztos. Hát azt gondolom, ez minden oktató életében ez a rendezvény egy kiemelkedő esemény, talán azt lehet mondani, hogy az éveseménye, nagyon szép körülmények között vagyunk benne a sportarinába, és hát emlékszem arra, amikor körülbelül 3 négy hát most nem akarok túlozni, de biztos, hogy egy 3000 ember előtt tartottam az órát. Tehát mi oktatók, mondjuk rendezvényeken 5-600 emberhez simán hozzá vagyunk szokva, az se kevés ember, nem bizony. de 3000 ember előtt tartani órát, az egy felemelő érzés, és azt gondolom vendégként is egy olyan órán részt venni, ahol 3000 emberrel uh -huh. együtt mozgunk, az egy ember tenger, uh -huh. tehát egy mozdulat, csak egy mozdulatot teszünk már, annak is, az is fantasztikusan látványos, és hát valóban ö, 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 ez egy ünnepnap mindenki számára, úgyhogy ö, testmozgáson kívül pedig hát ugye nem csak az a lényeg, hogy hogy, hogy, mozgunk egy napot, egy napot, hanem a, hát a kedvenc oktatónkkal, adott esetben a barátainkkal együtt elmegyünk, együtt sportolunk, és hát mind a mellett pedig, hogy nagyon színvonalas órákon, adott esetben az új mozgástrendekkel is találkozhatunk, mind a mellett pedig az expónak egy, lesz, van egy expó oldala is, amikor is a különböző eszközöket, uh -huh. ét, újdonságokat, ételeket, italokat, stb. megismerhetjük, illetve hát a szakemberekkel ki is próbálhatunk olyan mozgásformákat, amelyekkel egyébként talán még nem találkoztunk, és lehet, hogy kedvet kapunk, és adott esetben ezt egy fitness az életünk szerves részévé is tehetjük. Világos, hát ugye az nem is kérdés, hogy ez a tényleg azt gondolom, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő olyan, olyan része mondjuk a mozgás világának, ami ami üzlet szempontjából is talán az egyik legnagyobb szeletet szakítja most már ki, mert hogy a fitnessben minden és rengeteg dolog beletartozik, ez egy nagy átfogó fogalom, és egészen biztos vagyok abban, hogy te magad is ugye azért a versenyszerű aerobikból érkezve látod, ezt, látod és látod ezt a folyamatot, úgyhogy pontosan azért érdekelne, hogy érezhető -e mondjuk ennek a hat évnek a történetében, nyilván az előző ötre gondolok, hogy azért az, a, az az ember tömeg, akit, akit megszólítotok, az az bővül, az generációban mondjuk távolodik egymástól, tehát mind fiatalabb és egyben mind idősebbek is vannak, vagy mondjuk az a tömeg részenővel, mondjuk pontosabban az a fajta fiatal vagy, vagy középkorú felnőtt réteg, akik közül talán egyre többen érzik a szükségét annak, hogy valamit az életmódjukon változnak, vagy változtassanak. Tehát érzed e azt, hogy azért nem csak üzleti szempontból, hanem mindenféle egyéb szempontból egyre több emberhez lehet szólni egy-egy ilyen fittarinak. A Fittarin azért egy olyan rendezvény, amikor az ország legtávolabb pontjaiból is elindulnak az emberek, uh -huh. tehát ez egy olyan, olyan nívós esemény, és olyan emberek is megmozdulnak, akik adott esetben a hétköznapokban nem. Vagy ilyen helyekre nem Lehet, el. Lehet, hogy csak egy évben egyszer éppen itt? Uh, igen, igen. Tehát uh -huh. ezért ez már egy olyan volumen esemény, hogy sokkal szélesebb rétegeket ér el, mint egy másik hagyományos rendezvény. De azért azt gondolom, hogy ez sosem elegendő folyamat. Tehát mindig kellenek a fiatalabbak, és mindig kellenek az idősebbek is, és mindig kellenek a problémásabb időzérbe problémásabb, adott esetben túlsúlyos, uh -huh. vagy egyéb, egyéb speciális populáció, akik, akik csatlakoznak az egészséges emberekhez, azokhoz az emberekhez, akik az egészséges életmódnak a hívei, úgyhogy bízom benne, hogy ez nagyon ragályos lesz és, és hát sokan, már ha csak a helyszíneket nézzük, akkor már, már terjed az ige, ha lehet így fogalmazni, hiszen tavaly pár évvel ezelőtt még csak egy esemény volt egy tavaly már három esemény volt, idén pedig már hét esemény lesz, tehát nem is kell feltétlenül a batyút a hátunkra fölvenni. mert azt néztem, van, igen. van, Több igen. helyszínen is, most már a nagyvárosokban, tehát biztos, hogy valakinek egy közeli helyen, viszonylag közeli helyen már lesz egy, hát nem egy ilyen volumenű esemény, de mégis egy nagyon színvonalas rendezvény. És ez azt jelenti, hogy mondjuk az, mondjuk az itteni előadók is járják körbe az országot, tehát a Veszprém, Miskolc, Szeget, Pécs, Kecskemét, Debrecen útvonalon ti ugyanúgy föl fogtok bukkanni? Hát Te magad is? Én magam igen, minden hét eseményen ott vagyok, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ott lehetek, és hát Kisebb esemény lesz jóval kevesebb órával, de azt gondolom, hogy az is megelégedésére lesz mindenkinek, hogyha csak egy színpad lesz, és nem lesz hat helyszín. Most képzeljük el, hogy 50 óra típus van. Hát 50 Elképesztő, óra egy nap épp... alatt, tehát ö, ö, töredékét látja az ember egyébként, meg fogja fel, hogy mi történik ott. Tehát óriási a választási lehetőség, nagyon meg kell nézni a programfüzetet, hogy tényleg a legjobb menet alapján menjünk végig, és egyáltalán mindent ki tudjunk próbálni. Szóval egy, egy, egy óriási, óriási információ halmaz, és azt gondolom, hogy egy nagyon szerethető esemény ez. Uh -huh. Én magam nagyon-nagyon-nagyon hogy mondjam, izgalommal várom ezt, ezt, a, ezt a napot, és mindig úgy vagyok vele, hogy ez egy nap, ez kevés. Úgyhogy talán a következő fejlődési lehetőség az lenne, hogy ezt két naposra tenni, és az emberek ott alszanak, és két napon keresztül sportolnak. Aha, hát biztos, hogy, hogy lehet, hogy lesz valami fajta ilyen irányú tendencia. Egyébként visszatérve a helyszínekre, a Pécsi, az egy picit közelebb áll hozzá, hiszen azt hiszem, nem hárulok el azzal a titkot, a kedves nézők is tudják, hogy azért ti így trióban, ugye a világhírű erőbik trióról beszélünk, a Pécsi sasok néven lettetek, tehát nyilván azért ez egy, ez egy kötődés szemben vagy sokkal személyesebb közeg? Mindig ülök a Pécsi eseményeknek, mert mindig haza tudok ugrani. Uh -huh. Tehát persze egyébként is az, megy az ember, de hát azért nagyon be van az időm, és azért Pécs, bár most már van autópálya, de még mindig azért idő <hül> megfordulni és akkor a szüleimet is ugye el tudom csábítani az eseményekre, bár erre az eseményre fölhívtam őket, és mondtam, hogy figyeljetek, mondom, nem hívlak titeket mindenhol, de erre tessék följönni, és tessék megnézni ezt az eseményt, én magam is kiállítok egyet. És csak nézők lesznek, vagy be is állnak? Hát ez egy nehéz kérdés. Édesapámat, ahogy nézem, ő ránk ütött, ő szerintem könnyen beáll, gátlás nélkül, tehát akár még a színpadon is föl. Édesanyám egy visszafogottabb hölgy, őt, 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 szerintem inkább szemlélő lesz, és az öcsém is kint lesznek, tehát ők is szívják magukból a mozgásnak a szeretet szeretetét. Mm -hmm. ezek szerint ez egy sportos família, már a felmenőket tekintve. állatok mindenki. Attila, hogy azt mondtad, hogy, hogy 50 féle óra típus, egyszerűen elképzelhetetlen. Ugye itt ebben a stúdióban is, ebben a műsorban is nagyon sokszor beszélünk aktuális trendeket képviselő oktatókkal. Ugye az egyik óriási őrület, azt gondolom a Zumba, ami most így végig söpör a világon, de, de a Capoeira, talán elkezdve sorolhatnám ezeket az új, új vonalakat. Téged azért kérdezlek, mert azt gondolom, hogy kevés autentikusabb mert tud erre válaszolni, szóval van még új a nap alatt, mert már annyiféle fajta dolgot láttunk, hogy a lelassult verziótól elkezdve, a joga típusú iránytól elkezdve, a teljesen felpörgetett step világon keresztül, ugye a küzdősportos verzión a táncos küzdősportos, tehát mit lehet még olyat kitalálni, amivel mondjuk valóban új és eddig meg nem szólított közönséget lehet, becsábítani. Mondjuk éppen ha nem is ide, de mondjuk egy, egy általános olyan órára, ami ezt nem megragadja a figyelmét valakinek. Hát én úgy is tudjuk fogalmazni, hogy van is olyan nap alatt, meg nincs is. Uh -huh. Ugye, ha megnézzük, akkor a régi bevált módszerek, a régi bevált gyakorlatok nagyon jól működnek. De a csomagolás az nem mindegy. Nem baj, hogyha néha újra csomagolunk dolgokat, újra értelmezünk dolgokat. Ha most visszagondolok csak a zumbára, akkor mi a 90-es évekkel, a pécsi sasokkal, ugyanilyen nagyon egyszerű mozdulatokkal, latin-amerikai zenére mentünk és felléptünk, és imádták az uh -huh. emberek. Tehát akkor is nagyon nagy sikere volt. Mi fölismertük, hogy latin-amerikai zenekkel az életöröm benne, az emberek már automatikusan indul a lábuk, ha ilyen zenét hallanak. Tehát de ugyanakkor meg azt mondom, hogy ha egy zumbával egy új réteget érünk el, méghozzá el is értünk, tehát olyan emberek jönnek be egy fitnessterembe, csak kifejezetten a zumba óra kedvéért, akik, akik egyébként soha nem jönnének be, uh -huh. bizonyos előítéletek vagy egyéb okok miatt, tehát akkor már megérte, és mivel nagyon sok ilyen ötlet van, ezért mindig egy kicsikét csavarunk rá, és hát az sem mindegy, hogy egy ember élvezettel jön be, vagy azt mondja, hogy jaj, hát ezt már öt éve csinálom, hát csinálom monotonon, hanem fel is kell frissíteni azt, és, és hogyha valami újszerű, izgalmas, hát akkor miért ne csavarjunk rajta, és hát természetesen ennek van egy üzleti oldala is, Nyilván. hogyha ez még hozzáadnak egy eszközt, akkor ezt meg lehet vásárolni, és a többi, tehát ugye itt minden minden összefügg. Erről, beszéltem iparág ugye, akkor, igen, van. egyértelmű. Uh, ugye tavalyi esztendőben te voltál az év prezentere, Attila, nem tudom, hogy az idei köthetően jellegű vágy, vagy hogy lehet ezt megfogalmazni? Kicsit módosítok, az év személyjegyzője voltam, Egyébként de éppen épp nagyon sok kategória uh -huh. van, most kettőbe, illetve háromban indultam, de igazából kettőre koncentrálok, uh -huh. Uh -huh. Hát nagyon szeretnék jól szerepelni. Egyébként egy szombat este fog eldőlni, ha. és hát vasárnap már úgy megyek föl, hogy vagy lógóra, megyek föl a színpadra, egyébként nem. Tehát én azt gondolom, hogy ha bárki is megnyeri ezt, nem szabad, hogy elhiggye, hogy, hogy jobb, mint a többi. Uh -huh. sok, sok minden nem múlhat egy szavazásnak az eredménye. Szerintem jó esik egy embernek, egy, egy, egy szakmabelinek, hogyha kap egy ilyen elismerést, ad egy önbizalmat, egy energiát, egy lendületet a, a karrierjének, ezt meg kell köszönni, hogyha ez így alakul, de ha nem senki ne keseredjen el szerintem, mert van élet szerintem ilyen diak nélkül is. Hát meg amúgy is egyébként azt gondolom a tett tevékenységed is azért abban nyilvánul meg, hogy az ember másokon segít, egy tanárembernek, egy pedagógusnak ez bizonyos szempontból mindenki. De egyébként a, a szavazatok azért jó jönnek, mert csak csütörtök délben oh, Föl is állnék és elmondanám, hogy beszédemet készültem egy kis papírra. Szóval az a szavazatok azok wellonlinehu azok mindig el Oké, okay, rendben, köszönöm szépen, hát Én meglátjuk a végét, szépen. és sok sikert a hétvégén. Köszönöm szépen.